A kormány gazdaságpolitikájának egyik alapvető célja Magyarország újraiparosítása. Ennek kiemelt területe a Nyugat-Dunántúli régió, ahol a járműgyártás, az elektronika és a gépipar elmúlt években megfigyelhető fellendülése jó alapja lehet egy hosszú távú fejlődésnek, mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter Szombathely országgyűlési képviselője az Echo Televízió Analízis című műsorában. A térségben működő, alapvetően külföldi tulajdonú nagyvállalatok kezdeményezték azt, hogy egy fejlesztési klaszter alakuljon meg, amelyet a kormány befogadott határozottával kiemelt fejlesztési régióvá nyilvánított, és ennek számtalan áldásos következménye van. A szakképzés, a kutatás és az infrastruktúra fejlesztése a célja a Nyugat-Pannon járműipari és mehatronikai központba tömörült önkormányzatoknak és a térség nagyvállalatainak. Ahhoz, hogy a cégek a tervezett fejlesztéseiket megvalósíthassák, a következő években több száz helyben képzett mérnökre lesz szükségük. Ezért fontos, hogy a duális szakképzés a felsőoktatásban is helyet kapjon. Saját tanműhelyet építettünk föl, és saját képzőgárdával rendelkezünk, és ezekre az alapokra építkezve aztán elindul szeptemberében a duális felsőoktatás, ahol gépészmérnökök képzése történik meg. A meghirdetett képzés 50 helyére 210 többségében Vas megyei diák adta be a jelentkezését. A cél az, hogy a szombathelyiek helyben kapjanak magas szintű oktatást, majd itt álljanak munkába.